Bár fiatalok üzemeltetik, nem csak ifjakat várnak a kutya meg a macska kézműves kávébárba. Sőt, házi kedvencünket sem kell otthon hagynunk, ha épp szeretnénk egy jó ízűt enni, vagy csupán egy finom kávét fogyasztanánk. A belváros szívében működő hangulatos hely ugyanis kutyabarát. A bisztró megálmodói a fővárosból költöztek Győrbe, hogy megvalósítsák elképzeléseiket. Egy uniós pályázat kapcsán kerültünk ide Győrbe. Tőkét kerestünk ahhoz, hogy el tudjuk indítani a kávézónkat, és ugye Budapest nem konvergencia régió, tehát el kellett hagynunk a városunkat, és úgy gondoltuk, hogy Győr nagyon jó hely. Nyugatra van onnan, ahonnan mi jövünk, és hát egyszerűen csak ide telepettünk. A kávézó több szempontból is különleges és egyedi. Igazi kuriózumnak számít a városban. Teljesen egyedi abban, hogy minket képez le az egész kávézó. Egyrészt ugye itt most a kutyabarát témakör miatt talán azt mondhatom, hogy ez egyedi, habár egy-két helyen már lehet kutyával kávézni, Győrben is. Nálunk olyan dolgokat lehet vásárolni, de általában máshol nem. Minden saját kézzel készítünk, mi sütjük a kenyerünket, mi sütjük a sütiket, a kekszeket, úgyhogy minden tulajdonképpen a két kezünk munkája. A saját kézzel készített étel különlegességek mellett a kutyabarát sajátosságra országos szinten is felfigyeltek. Hiszen idén a kávébár nyerte el az év legjobb kutyabarát kávézója díjat a kutyabarát.hu szavazásán. A tulajdonosok elmondása szerint nem volt nehéz dolgok a verseny során. Egyszer csak a díj szervezői felhívtak, hogy neveznénk el, mi neveztünk, és egyszerűen csak sikerült megnyerni a zsűri díját. Szerinted miért ti nyertétek ezt a díjat? Azt hiszem, hogy a nevünk is elég beszédes, tehát ezt így nehéz tőlünk eltagadni, hogy szeretjük a kutyákat, és mert talán azért, mert újak vagyunk, és tényleg vendégként kezeljük a kutyákat is. A fiatalok házőrzők iránti kötődését mi sem bizonyítja jobban, hogy saját kedvencük Django nap mint nap velük együtt munkálkodik a kávézó népszerűsítésén.